gratulálni az Ugrói Egyesület nevében a ünnepségünkre megjelenteket. A betélkedőink résztvevőit, mert hisz végül is betélkedőt értékelünk ma, és mindazon kedves vendégünket, akik meghívásunkra érkeztek, hogy velünk közösen ünnepeljenek, örömünkben osztozzanak. Évek óta készülünk erre a nagy napra. Ezekben a napokban országszerte a Magyar Költészet napját ünneplik. 1964 óta József Attila április 11-i születésnapján tisztelünk a Magyar Líra előtt. Élő és 1990 óta folyamatosan működő, egyértelműen zuglói civil szervezetként felelősséget érzünk a kultúra terjesztéséért, a közízlés formálásáért, egyszerűen a szép terjesztéséért. Fontosnak érezzük, hogy a hozzánk tanulni érkező gyerekek, a nyugdíjas klubunk tagjai és a helységeinket használók kulturált szép környezetben dolgozzanak. Mindent elkövettünk, hogy a 2016 évi költészet napját már ilyen kulturált környezetben ünnepelhessük. Ez nagyon sok áldozatos munkával járt, na meg a rávalót is elő kellett teremteni. Megváltunk a lemezszekrényeinktől, 4 éve már erre gyűjtögettük az adományokat és a személyi jövedelemadó 1%-ot. Ezekből futotta a festésre, egy kis parketta javításra, egy kis villanyszerelésre. Az előző évben bojlerokat is szereltettünk fel, hogy meleg vízben lehessen kezet mosni, mosogatni. Így jegyzem meg, hogy a két iroda festését el kellett halasztalunk, mert arra már nem telett a keretből. A személyi jövedelemadó 1%-át, további adományokat az elkövetkezendő időben is szeretettel fogadunk. 3 éven át pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alapnál a könyvtár gépi nyilvántartására, de csak 2015-ben nyertünk, és így abból már végre be tudtuk fejezni azt, amit fedezet hiányában 3 éve csak éppen csinálgatni lehetett. Polcrendszerünket is átalakítottuk. 6000 darabnál több kölcsönözhető, regisztrált könyv van a polcainkon. Hozzáértők szerint ez megfelel települési könyvállománynak. Mi senkivel nem konkurálunk, egyszerűen a kultúra terjesztésének egy formáját találtuk meg, és ezt nagy lelkesedéssel csináljuk. Csináljuk, mert értéket közvetítünk, mert az Egyesület Zugló lakosságát szolgálja. Mit tettünk konkrétan? Kidobásra szánt könyveket mentettünk meg, hagyatékokat rendeztünk, mindenkitől minden adománykönyvet befogadtunk. Igyekeztünk a legjobb állapotú egy darabokat megtartani polcainkon. Fontosnak tartjuk a közösség szervezését, a kultúra terjesztését. Pedagógusaink felszabadult kapacitását kihasználva 2 éve kitaláltuk a szellemi vetélkedőket. Úgy írtuk ki, immár 5. alkalommal mai vetélkedőnket is, ez alkalommal az általános műveltségi vetélkedőt, hogy annak eredményhirdetését e nevezetes naphoz köthessük. Vörös Marti Mihály, gondolatok a könyvtárban, kiegészítve saját gondolatommal. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós, értékeid el ne tékozold, jó útra tereld hát, miként szerető anya kézen fogva vezeti gyermekét. Te is így fogd, tereld ismeretedet egy magasztos cél felé. Általános iskolás versenyző 2 volt. Az egyikük 8-os, a másikuk azt hiszem 6-os, Marov Zinát 14 éves, és ő lesz a segítőtársam, de mielőtt segítenél, ezt hadd adjam át. Parancsolj! És Kerekes Kinga nincs itt, a középiskolások közül első helyen végzett Kapási Petra Zita, megkérem, hogy a tanárnő vegye át a megviselőt. Fog, megvidd oda. Ajándékot. Kapási Petra Zita az Ady Endre gimnázium tanulója. Második helyezett lett Bosics Réka, osztrák alapítványi gimnázium. Gratulálok!
A harmadik helyezett azonos pontszámmal a Neumann szakközépből Grónai Gergely és Dobi Attila. Na most a középiskolásoknál, akik nem tartoznak az érmes helyezettek közé, azok is megérdemlik, hogy név szerint említsük őket. Azt hiszem, hogy tömbösítve majd a fiúk elviszik a társaiknak is. Balog Erika, Bánki Nóra, Bodó Ádám, Csobán Alexandra, és Csobán Rebeka, ők testvérek? Igen, igen. Szerintem foglalj helyet, aztán majd a társad viszi a többi. Jenise Kata, Liphausen Luca, igen, igen, mennyi? Nyitrai Tamás, Mikó Barnabás, Őri Rozi, Szépe Máté, Varga Levente, és Wolf Nikoletta. És jönnek a nyugdíjasok, akik nagyon szép számban vettek részt a versenyen, és nagyon vicces, hogy pont a nyugdíjasoknál alakult ki az első helyen egy totál volt verseny 40 ponttal. Mindjárt mondom, hogy Bognár Györgyné, Csoma Edit, Hunyadi Sándorné és Nehoda Lajosné. Egyaránt 40 pontosan. Bognár Györgyné, Csoma Edit, Hunyadi Sándorné, gratulálok, és akkor te vagy Nehoda Lajosné. Minimális pontszám különbséggel második helyen Tiszandri Tiborné, és akkor a harmadik helyen megint egy négyes volt verseny, tényleg totál vicces. Névsorban mondom a szereplőket. Bognár György, Kovács Aladárné Editke, Kovács Lászlóné, gratulálok. És Sófai Tiborné. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megállulni egy hékényen. Hanem a mi Péter Pálunk, háza körül más találunk. Zenebonát, örök padhart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, és ők nem ilyen jó barátok. Most a magunk, tehát a Studium Generale Zuglói Egyesületnek a tanári karára térnék ki, akik a munkájukkal oly sokat tettek a mai nap sikeréért. Elsőnök dr. Kis Ágnes zsűri elnököt. Serpőző Veranét nem kell bemutatni senkinek, szerintem az ítélet. A zsűri tagjaként tett ezért a mai napért nagyon sokat, hanem ő volt a kérdések összeállítója is. Nem kis munkám. Bejci Gézáné és Bejci Anna, a könyvtárunk ilyen állapotban van, az nagyjából kettőjüknek köszönhető. Nem akarok túlozni, de szerintem minimum 10-szer át lettek a könyvek pakolva az elmúlt időszak alatt. Míg most végül is a helyükön vannak, és a számítógépes nyilvántartások is
maradéktalanul megtörtént. Ők ezért a munkáért anyagiakban részesültek, és mindketten azt mondták, hogy csak nem képzeled, hogy a társadalmi munkánkért mi pénzt fogunk fölvenni, úgyhogy amit kaptak, az vetették adományba. Nagyon szépen köszönjük!